A nyaralási szezonban minden évben megnövekszik a betörések száma. A nyitott ajtók, ablakok, a nyaralás miatt üresen hagyott házak és lakások jó lehetőséget nyújtanak a betörők számára. A rendőrség bűnmegelőzési szakembere elmondta, nem csak a betörőkkel, hanem a besúranó tolvajokkal is nagyon kell vigyázni. Az ablakok védelmét növelheti betörésvédő fúlia vagy erős redőny is. Ha pedig valakinek az ingatlana az utcára néz, szellőztetéskor mindig legyen az adott helységben. Fontos kiemelni, hogy egy egyszerű szunyog hálón nem véd meg a besúranóktól. Zárni kell a kiskaput és a nagy kaput is településtől függetlenül, még akkor is, ha a tulajdonosok otthon tartózkodnak. A különálló helységek, mint például a kamra vagy a garázs ablakát és ajtaját is megfelelő módon be kell zárni. A rendőrség megelőzési szakembere azt tanácsolja, valakit mindenképpen kérenek meg a tulajdonosok, hogy figyeljenek a lakásukra, ha ők több napra elutaznak. A szomszédok nyilván tudjanak arról, hogy elutaztak a, a hazaiak, akár a házból, akár a lakásból. Postaládát ürítsék, hogy ne legyen feltűnő, hogy senki sem veszik ki a leveleket. Óvaintunk mindenkit attól, hogy a közösségi oldalakon kiposztolj előre is, hogy hova fog elmenni nyaralni, és hogy körülbelül egy hétig, két hétig nem fog majd oda haza lenni. Ezzel rájönnek szerintem a lakosok majd a nyaralás végén is. Ha mégis valaki betörés áldozatává válik, akkor nagyon fontos, hogy hívja a 112-es segélyhívót, és ne kezdjen el egyfajta kutatást végezni a lakásban azzal kapcsolatban, hogy miért tűnt el, ne változtasson semmit a helyszínen, hiszen nagyon fontos dolog, hogy az eredeti állapotában megmaradjon a helyszín. A rendőrség felhívja a lakosság figyelmét, hogy nagyobb összegű készpénzt senki ne tároljon az otthonában. Azonban, ha valakinek nagyértékű ékszere, illetve porcelánja van a lakásban, érdemes mindenképpen lefényképezni. Egy esetleges betörés esetén jól jöhet, ha korábban egy leltárt készítettek a nagyobb értékű tárgyakról.